Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal csavart jellegű mintát kombinálunk azsúr résszel. Az ismétlődő mintaegység 7 szem, ehhez 3-at adtam a szimmetria miatt, illetve a szélszemeket. Magasságban 4 sort kötünk. Ezen a darabon 4 mintaegységet kötöttem, 4x7 plusz 3 plusz 2, 33 szemen. Együtt 2 mintaegységet kötünk majd, 2x7 plusz 3 plusz 2, 19 szemmel indulva. 19-en van a tőn, kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy a nagy mintánál is tettem. Indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor, szélszem. A következő két szemet balra keresztezzük. Ehhez mindkét szemet átteszem a jobb tőre, úgy szúrok bele, mintha fordítottan kötném, és átteszem. Majd az első szembe elől beleszúrok a bal tűvel, a másodikból kihúzom a tűt, újra felveszem, ezt teszem első helyre, és ebben a megváltozott sorrendben mindkét szemet simán kötöm. Ezzel tehát balra kereszteztünk két szemet. Ezt egy sima szem követi. Most érünk az azsúr részhez, egy ráhajtás. A következő két szemet jobbra dőlve simán összekötjük. Ehhez első szálból simán összekötöm a két szemet. Még egyszer, egy ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk első szálból. Ez egy 7 szemből álló mintaegység, ezt ismételjük. Két szemet balra keresztezünk, előszúrok az első szembe. Mindkettőt simán kötöm, és még egy sima, az azsúr rész, ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk, ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Itt ért véget a második ismétlődő mintaegység, a szimmetria 3 szeme, két szemet balra keresztezünk, előszúrok az elsőbe. Mindkettőt simán kötöm, és még egy sima szélszem. Második sora visszájön, szélszem. Végig fordított szemekkel haladunk, a ráhajtásokat viszont simán kötjük. Jönnek tehát a fordított szemek. Ráhajtás, ezt simán kötjük. Egy újabb fordított, egy újabb ráhajtás, amit simán kötünk, aztán fordítottak. Ráhajtáshoz érve simán kötjük, egy fordított ráhajtás sima, és fordított szemek. Szélszem. Harmadik sor. Szélszem. Egy sima. A következő két szemet jobbra keresztezzük. Mindkét szemet átteszem a jobb tőre, úgy szúrok bele, mintha fordítottan kötném, és átteszem. Most hátul szúrunk az első szembe. Másodikból kihúzom a tűt, ezt hozom előre, és ebben a megváltozott sorrendben mindkét szemet simán kötöm. Most értünk az azsúr részhez, ez változatlan. Ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Újra indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Egy sima, két szemet jobbra keresztezünk, hátul szúrok az elsőbe. Mindkettőt simán kötöm. Azsúr rész, ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk,
Ráhajtás. Két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Az ismétlődő mintaegységek után egy sima. Két szemet jobbra keresztezünk, hátul szúrok bele. Mindkettőt simán kötöm. Szélszem. Negyedik sorra visszálljen, szélszem, ugyanúgy kötjük, mint a másodikat, végig fordított szemekkel haladunk, a ráhajtásokat viszont simán kötjük. Jönnek a fordított szemek. Egy ráhajtáshoz értünk, sima, fordított, újabb ráhajtás, simán, jönnek a fordítottak. Ráhajtást simán kötjük, egy fordított, újabb ráhajtás simán, és fordított szemek. Szélszem. Ezzel a négy sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Remélem, hamarosan találkozunk. Addig is jó kötést kívánok mindenkinek.